Sziasztok! Egy 250-es Lexus hoztam nektek. Igazából semmi extra, full gyári az autó, szóval semmi tuning nincsen vele kapcsolatban. Igazából a gyári gyorsulási adatokat nézegettem, és arra lennék kíváncsi, hogy ezt fogja tudni. Így szerintem érzése meg lesz, mert ha jól emlékszem, akkor 8-6, az egyik oldalon 8-6, a másikon 8-4-et néztem róla, és szerintem hamarabb fogja tudni, de hát majd most ki fog derülni. Igazából 2-5 V6 a motor, 208 ló, 252 Newton, hátsó kerékhajtás, 6 fokozatú Tiptronic automataváltó. És ami nem hiányozhat a videóból, az a megszokott K-vertikál jelentés, úgyhogy lássuk is gyorsan. Íme itt van a Lexus, és balesetet ír. Észlelt tevékenysége, 2007-ben gyártották, és szépen karbantartás, ezek valószínűleg márkaszervizes karbantartások. Egy sérülés, még egy sérülés, és eladás 2020-ban. Kilométerórálás elég szépen van vezetve, és itt vannak a sérülések, 100-200 ezer forint, 100-200 ezer forint, és egy ismeretlen. Na, ilyenkor mindig kérdezzetek rá az eladótól, hogy ez mégis micsoda, mit tud róla. Alapadatok és a felszereltség, szín sárga. És van pár képünk az eladáskori állapotról. Nézzük meg gyorsan másik autónkat is. Ennél elméletileg nincsen semmi probléma, viszont hozzátartozik, hogy igazából bejegyzés sincs sok. 2002-ben gyártották, és vissza is kaptuk a jelentésnek az árát. Amikor észleli ugye a kárvetik, hogy nem sok adat van az autóval kapcsolatban, akkor látjátok, hogy ez fog történni, és visszakapjátok, le tudtok kérdezni egy újabb autót. Úgyhogy ez igazából ennyi volt. Én még továbbra is tudom ajánlani a K-vertikát, hogyha autót vesztek, meg külföldi előéletet nem nagyon fogtok tudni lekérdezni sehol, viszont emellett természetesen márkaszervizben is járjatok utána, az ügyfélkapun is kérdezzétek le, és a többi, és a többi. Viszont a K-vertikát az most 15% kedvezményt még igénybe tudtok venni a leírásban található linken keresztül. Elől hátul 225-45-17. Hogy jelen pillanatban ezt tudja. Vannak vele amúgy tervek. Meglátjuk, hogy mi hogy lesz. Igazából ennyi. Nagyon több mindent nem tudok elmondani a gyári autóról. Külföldön dolgozom, hosszú utakat, vagy hosszú távokat megyek, és kellett valami kényelmes, csöndes autó. Úgyhogy ez igazából maximálisan kiszolgálja azt az igényt, amire nekem kellett az autó. Jövőre majd kap egy 18-as felniszettet, tervezek minimális ültetést, fixet. Nem nagyon szeretnék állíthatót, mert állandóan akkor feltekerni, letekerni, stb. Szerintem egy egészséges fix 3-4 centis ültetést azt még úgy elbírna, meg terve van a cutout szelep. Ugye pályán nem vagyok híve annak, hogy üvöltsön az autó, viszont ha van egy találkozó vagy valami, akkor egy kis buli üzemmódba lehetne dobni. Sziasztok! Hát igazából két éve van nálam ez az autó. E46-os BMW 320D, szóval 2000 köbcentis dízel, az a facelift-es változat, szóval 150 lovas volt gyárilag. Futóművel semmi nincs igazából változtatva, majd szeretnék idővel állítható futóművet elárakni, de még odáig nem jutottam el. Hát eléggé ramaty állapotban volt, amikor meg lett vásárolva, mert rozsda, meg minden ugye szokásos előjött. Tavaly nyáron vittem el lakatolásra, meg ilyen fényezés, meg mindent, amit meg kellett rajta csinálni. Hát az nem sikerült annyira jól, fényezni azt kétszer kellett, illetve itt a jobb elejével kaptam egy őzet még tavaly, de azt így viszonylag jól meg sikerült csinálni, kivéve itt ezt a részt, ami itt nem annyira áll jól a lökhárító. De úgy vagyok vele, hogy ez a legnagyobb problémája. Hátsó futóműnek a felfüggesztési pontjai, vagy nem tudom, hogy hívják ezeket így hirtelen. Ott ugye mivel kirohadt, ezt is meg kellett újra heggeszteni. Lett rajta
két évvel ezelőtt februárban egy optimalizálást csinálva, más néven chip, ugye, ezzel 180 lovas lett most az autó, le lett mérve, itt van nálam minden adat. Azt ott le is padolták, szóval igen. Itt kívülről lettek rá ilyen apróságok rakva, a kipufogóm is, sokan kérdezik mindig, hogy ez nyitott-e, de nem, még full, ez is még gyári. Egy cutout van középen, mert majd az is idővel lesz csinálva a kipufogó. Hát még a katalizátor is megvan, meg minden. Mert ugye, hát mi, látszik, román rendszámos az autó, ezt Romániában úgy van, hogy évente vinnem kell műszakira az autót, és nem nagyon piszkáltunk még hozzá, mert hát azt jelenzik, hogy ne engedjék át, aztán akkor nem tudom használni. 410 ezer kilométer volt, amikor megvettem, két évvel ezelőtt. Most nyáron, augusztusban lépte át az 500 ezer kilométert, és most jelenleg 505 ezer, hát majdnem 506 van benne. A motorjával soha nem volt gond, egyedül egy vízpumpa ment szét, az is egy mátrázásnál, és nem tudtunk rájönni, hogy mi lehet, azt hittem, hogy termosztát elsőnek, de mindegy, az a lényeg, hogy a vízpumpa adtam eltört igazából a tengely. Futóművel viszont már több gond volt, mind a kettő lengőkart ki kellett cserélni, a két első lengésalapító is ki kellett már cserélni, szóval inkább a futóművel voltak problémák, de így a kilométer igazából a motorikus olajat azt egyáltalán én nem vettem észre, 10.000 kilométerenként cserélem az olajat, és soha egyszer sem volt az, hogy most nekem kivillant volna az olajlámpa, hogy kevés benne, meg ilyenek. Úgy tudom, hogy a gyorsulás ennek az autónak 8,8 másodperc 0-ról 100-ra, ha jól olvastam. Hát én ezután, a chip után úgy gondolom, hogy egy ilyen 7 másodperc körüli értékkel már azért eléggé meg lennék elégedve. Most itt tudom, függ minden a gumitól, meg ilyenektől, de majd meglátjuk. Kíváncsi vagyok rá én is, mert még nem mértem soha le. Jó. Fia, ez így 3 személyen 8-27 egyelőre. Szóval nem lett 7 másodperc körül érték, de 8 alatt van, szóval adott neki igaza. Majdnem egy másodperccel kevesebb, mint a gyári. Ezt kellettem mondani. Ja. Úgyhogy jó. Még nem lett meg. Nem lett. Nem. Óra szerint igen. Igen, de még nem. Csalóka. Most meg 9.35. Így most. Mennyinek kéne lenni? Mennyi a gyárja? 8.6. 8.6. Fél, 9 alá be fogsz menni, ha kiszállok amúgy. Szerintem ez annyi. Aha. Ja. Nem tudom, még egyet talán jó. Kicsit nagyobb fordulatról megpróbálom, aztán jó. Meglátjuk. De ez jó rajt volt amúgy. Kívülről jónak tűnt. Igen. 858. Hoppá! 858, ja. Annyi. Hát fél, akkor... Akkor jó, nem nyüstölöm tovább szegény. Jó. Valami végszó? Meg vagyok vele elégedve. 8-6 a gyári, úgyhogy... Hozza. Még így 240 ezer kilométer után is. Hibátlan. Köszi, sziasztok! Hogyha szeretnétek bemutatni az autótokat, mert van valami egyedi építés a garázsba, egyszerűen csak leszeretnétek mérni a 0-100-as gyorsulását, 100-200-at, negyed mérföld és társai, akkor nyugodtan írjatok Instagramon vagy e-mailen, és megbeszéljük. Na, szevasztok!